Michelin nyíregyházi gyárát mutatták meg 13 nyírkarászi fiatalnak tavaly októberben a cégvezetői. Az általános iskolások a Tanítsunk Magyarországért programban vesznek részt. A rendszer lényege, hogy egyetemisták és tavaly októbertől cégek segítenek nehéz körülmények között élő hetedikeseknek és nyolcadikosoknak a tanulásban és a pályaválasztásban. 2020 őszén országosan 400 mentor segített 1600 fiatalt. Februártól a korábbinál nagyobb létszámban 600 mentorral, szeptembertől pedig 2000 mentorral folytatódik az országos program. Erről beszél György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára a Kölcsei Televíziónak. Egyeztettünk az egyetemekkel, az egyetemek vezetőivel, a Nyíregyházi Egyetem rektorával is egyeztettünk, és a programot vezetővel is, hogy ezt a programot fölfuttassuk, nagyságrendet váltsunk, és minél előbb elérjük azt, hogy 2000 mentor van a programban. Én félve mondom, hogy szerintem szeptemberben már 1000-nél több mentor lesz a programban, még az is lehet, hogy a 2000-et is megközelítjük. A fiatalok a gumigyár mellett a Kölcsei Televízió stúdiójában is vendégeskedtek tavaly. Itt a műsorkészítés rejtelmeit ismerhették meg. A program szervezői a járvány elleni védekezésre is gondoltak, csak érvényes negatív PCR-teszt birtokában dolgozhatnak a mentorok, így óvják meg a végzős általános iskolásokat a fertőzéstől. Csak negatív teszt birtokában találkozhatnak a mentorátjaikkal, kapnak maszkot és kaptak kézfertőtlenítőt is, és kaptak egy útmutatót is ahhoz, hogy tudják, hogy hogyan tudnak úgy biztonságosan személyesen mentorálni, hogy a fertőzés kockázatát a szinte nullára minimalizáljuk. Nem csak a fiatalokat, de a járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat is támogatják az állami programok. Arra még várni kell, hogy tömegek fürdőzzenek a Gergely-Ugornyai Tiszaparton. A koronavírus elleni korlátozó intézkedések ugyanis leginkább a turisztikai vállalkozásokat sújtják. György László azt mondta, hogy felméréseik szerint a magyar családok 80%-a tervez idén-nyáron nyaralást, többségük belföldön, így van remény az ezekben az ágazatokban működő cégeknek is. Ezekkel a számokkal számolunk, akkor minden korlátozásokkal érintett szektor, ha vállalkozói kitartanak, ki tudnak tartani, ez megadjuk a támogatásokat, ágazati bértámogatás, hitelmoratórium és 0%-os hitelek formájában, valamint adókedvezmények formájában, ha kitartanak, akkor utána azt gondolom, hogy még a korábbinál is egy sokkal ígéretesebb időszak vár rájuk. Vannak ellenben olyan ágazatok, amelyeket alig érintett a járvány. 26 ezerrel többen dolgoznak az IT-szektorban, 16 ezerrel többen az építőiparban, és 20 ezerrel többen a tudományos technológiai ágazatokban. György László államtitkár arról is beszélt, hogy a tavaly indított gazdaságvédelmi intézkedésekkel 1,5 millió munkahelyet sikerült megőrizni és megvédeni. Az idei évben pedig a gazdaságvédelem helyett a gazdaság újraindítására helyezik a hangsúlyt, amelyben egy 6 ezer milliárd forintos állami forrásról már döntött is a kormány.